A férfiak arcán a veríték, a lányokén a friss arcfesték. Az előbbieket a foci izzasztotta meg, az utóbbiak a pavilonok árnyékában engedték el rajzos fantáziájukat. Az újvárosi családi napból évente ugyancsupán egyet rendeznek, a vendégek viszont elfogadnák a meghívást gyakrabban is. Jó lenne a gyerekek számára is. Sógoromnak főleg focizott, fogyott 2 kilót, azt mondja mám. Mindenki itt van, roma család, romák is azért, így jobban megy a foci. Hát itt van a roma. Tudatos felzárkóztató program a sporton keresztül, a közösségi értékek prezentálásán keresztül, az állandó családi kapcsolatokon keresztül, hogy ezek az emberek, akik ne adj Isten sarnyarú körülmények között élnek, akiknek nem olyan egyszerű az életük, azok is érezzék, hogy vannak fontos dolgok az életben, és ők is el tudják érni ezeket. Egyre inkább tartalmas és egyre inkább érdekes élményekbe lehet itt a gyerekeknek, felnőtteknek részesülni, és ez az egész napos szép programot jelent. A legnépszerűbb idén is a futball volt. Az eredményhirdetés során kiderült, elkeseredett csaták folytak napközben a pályán, melyeket a Lurko Foci Mánia futballklub bocsájtott a szervezők rendelkezésére. Csúcsot döntöttünk, úgymond nézőcsúcsot, ha lehet ezt így mondani. És ez egy különös hálát jelent a szívemben, mert így én úgy érzékelem ezzel, hogy beért ez a sok éves munka, ami éppen erről szólt, hogy nem arról beszélünk, hogy most hányan vagyunk, hanem arról, hogy kiknek fontos az, hogy összetartozunk és összetartsunk.